Hát engem Bogdan Albertnak hívnak. Szarzoltan születtem itt a kapun belül, 80 éves vagyok. Sülpityókat ettünk, piros hagymát ettünk, és ilyen gyengébb dolgokkal éltünk, mint ahogy most élnek a fiatalok. De egészségesek voltunk, jól éreztük magunkat. Meg voltunk elégedve a sorsunkkal. Hál' Istennek! Kezdjem ott, hogy egyszer a fiataloknál a kezdettől függ. Milyen családban született, a szüleim milyenek voltak, hogyan nevelték, mert sokáig a gyermek, mikor megszólal, van nem az első szót, de már a következő szókot már káromkodással kezdi, mert azt hallja a szüleitől. A másik pillanat azt hallja a szüleitől, hogy amikor eszik, imádkozik. Követi a gyermek, követi az apját, az anyját, jóba és rosszba is. Amelyik jó szülő, jól tanítsa a gyermeket, az a gyermek soha el nem felejt. Az ki fog várni rajta 80 éves koráig, amit jól tanul gyermek korában, és amit szépet tanul, amit nem jól tanul az is. Ha legelső sorba fogadjanak szót a Jóisten, és utána a szüleiknek. Mert ez hiányzik most erősen a fiatalságtól. Ezt a kettőnek nem fogadnak szót. Elég sajnos. Feleségemmel mindjárt 60 éve együtt vagyunk. Ez olyan a szerelmi élet, a házas élet, a fiatal élet, hogy azt is csak mércével szabad. Nem szabad belé menni torkig, mi szokták mondani, csak mércével. Minden nap megvan a maga módja, a maga rendje, azt szerint kell élni, már úgy helyes. Az a legnagyobb baj, igen jól van dolgunk, igen gazdagok vagyunk. Baj is van egy kicsit, már ha sok pénzünk van, nem bírunk magunkkal. Egy kicsit szegényebbek vagyunk, sokkal becsületesebbek vagyunk. Végezzel az úton, és a faluban mindenki az ő baja, mi a kapun belül végezzük a bajunkat. Én arra úton tanítom. És ezt, ha betartjuk, nem rossz. Nem teszel rosszat, se nekem, se magának.